óriási megtiszteltetés és nagyon nagy öröm. Megkaphattam ezt a díjat, mert elismerik egyrésztről mind a tanulásban, mind a sportba fektetett munkámat, és ez egy olyan visszajelzés, hogy tényleg megéri minden nap kőkeményen dolgozni a jégen is és az iskolában is. És hogyha ránézek erre a díjra, akkor ez mindig egy erőt fog adni arra, hogy igenis folytassam és csináljam, ami a dolgom. Nem kaphattam volna meg akkor, hogyha nem lennének ilyen jó edzőm, és nem dolgozhatnék évek óta egy ilyen jó csapattal, ami idén is van, és hogyha nem lehetnék tagja egy ilyen jó akadémiának. Először is mindig megtervezem az összes napomat a hét elején, mikor, hol lesz dolgom, mikor végzek az iskolában. Ebben a szüleim is nagyon sokat segítenek, mind a szállításban, mind akár a tanulásban is, bár abban már inkább kevesebbet. Amikor válogatott van, akkor elég káoszos a visszaérkező hét, úgymond. Miután pótolni kell folyamatosan, ugye dolgozatok vannak, és ilyenkor még jobban oda kell figyelni arra, hogy mikor, hogyan osztom be az időmet, de megfelelő odafigyeléssel és koncentrálással így is ugyanúgy marad idő a tanulásra. Így, hogy két bajnokságban is kell játszanom, ez egy újdonság az elmúlt évekkel ellentétben, mivel eddig megszoktam, hogy mindig egy bajnokságban játszok egy meccs egy héten, de akár ugye most lehet 3-4 is, úgyhogy így a hétvégéken a tanulás még fontosabb. Ugye, amint már említettem, megtervezem a napjaimat, hát nem, ha nem is percről percre, de óráról órára, hogy meddig vagyok az iskolában, mikor megyek el ebédelni, mikor érkezek haza, még szinte az is be van osztva, hogy mennyi időm van pihenni az iskola és az edzés között, és a között még a tanulás is beleférjen. Úgyhogy tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetek erre az egész tervezésre, de tényleg a szüleim nagyon nagy segítséget nyújtanak nekem ebbe, mind anyukám és mind apukám is, főleg a szállításban, ahogy már mondtam. A tanulásban pedig nagyon oda kell figyelni, tényleg az iskolában is, nem lehet, hogy egy pillanatra is ne figyeljek oda egy órán, vagy hogy kimaradjon egy 10 perces rész. Ha ez kimarad, akkor otthon is borul a dolog, és még tovább kell tanuljak, az pedig ugye bár nem fér bele, mert hát ugye edzésre is jönni kell, és itt is eléggé sűrű a program. Úgyhogy ezért a koncentráció, az odafigyelés és a tervezettség nagyon fontos. Figyeljetek oda már kicsikorotoktól kezdve az egész tanulásra, mindenre. Tényleg nagyon fontos, ezt ki is hangsúlyozza mindenki, bárki edző, vagy akár az akadémia vezetői is. Ez nekem kicsit bonyolultabb volt kisebb korom, amikor nagyon messziről jártunk, és akkor még ennél is jobban meg kellett tervezni a dolgaimat. Persze kevesebb edzés volt, és kevesebb meccs, de akkor is útközben, vagy amikor csak szabadidőm volt, kihasználtam azt, hogy tanulhatok. Amikor ide érkeztem Székesfehérvárra, akkor ugye kicsikét több időm lett, így által a tanulásra is megnőtt az időm és a jégkorongra is, ugye. És azóta van ez az időbeosztásos dolog, de a kicsiknek tényleg azt üzenem, hogy nagyon fontos a tanulás, sose tudhatjuk, hogy mi történhet, és vegyék tényleg komolyan, mert tényleg nagyon fontos a jégkorong mellett is.